14 napirendi pontot tárgyaltak a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai a december 15-én megtartott ülésükön. Megegyeztek például abban, hogy javaslatot tesznek arra, hogy kerüljön kidolgozásra egy integrált településfejlesztési stratégia, ami a következő évtizedek fejlesztési arányait alapozza meg Szekszárdon. A másik fontos témájuk a helyközi járatok jövőbeni biztosítása volt. A bizottság javaslatot tett a városnak, hogy a közszolgáltatási szerződést kösse meg, és 2022-ben legyen szerződött partnerünk, tehát a Volánbusz ZRT lássa el továbbra is a helyi személyutas szállítást Szekszárdon. Azzal a kiegészítéssel egyébként, hogy vizsgálja meg a Volánbusz annak a lehetőségét, hogy a helyközi járatokra hogyan tudnának a szekszárdi lakók a Szekszárváros határai környékén lakók hogyan tudnák használni a helyközi járatokat is. A helyi adókról is konszenzusra jutottak a bizottság tagjai. E tekintetben nem lesz változás 2022-ben. Egy fontos és jelenleg a legsürgősebb ügyben is döntést hoztak. Így a Baka iskola melletti pálya biztosan nem kerül átépítésre. Két helyszín kerül most pályázati formában beadásra. Az egyik a sportcsarnok mögötti terület, ez korábban is egyébként itt terveztük, és a másik helyszín, ami pedig módosult, az a vásártér, ahol az állatvásár szokott lenni, ezt a helyszínt gondoltuk erre a célra megfelelőnek. A kerékpárpálya tenderét legkésőbb december 17-én kell beadnia az önkormányzatnak.